Sziasztok, sziasztok, drágáim! A mai nyeremény napon, a nyeremény játék napján elhoztam nektek ezt a szép kiper kártyáimat, kirakunk, meg ezt a szív kártyákat, amit ti annyira szerettek. Egy kirakás nektek, hogy hát nézzük, jöjjenek a kártyák az asztalra, mit kell, hogy tudjatok. A nappali szoba, a lakószoba, a nappali szoba, a konyha, hát igen, inkább a szép szoba, úgy mondjuk, nálad, a szép szoba, ahol te jól érzed magadat, arról van szó, ahol te jól érzed magadat, azt teremts meg magadnak, ez egy hosszú út, és egy nagy változás, hogy te megérkezz önmagadnál a szép szobában, hogy ezt felépíts magadnak, úgy gondolom, és akkor igazságosan fog minden alakulni, úgy gondolom, és kijött itten a nyilvánosan létre fog ez jönni, hogyha nem lopnak meg, ha nem veszik el a kedvedet, ha nem zavar téged senki se. Ha itt ebben jó érzésben itt van ez a szívherceg is, de én úgy látom, hogy lehet, hogy te jól érzed magadat, és ő itt van, és olyan bezárva érzi magát, és itten nyilvánosan azt kell létrehozni, hogy egyensúlyba jöjjön minden, és ezt a negatív gondolataidat ki kell, hogy kapcsoljad. És ha kikapcsolod a negatív gondolataidat, akkor minden jó létre fog jönni, minden jó létre fog jönni, és akkor most megnézzük, hogy mit is üzennek ezek a kártyák, igen. Nézzünk csak bele. Ajjaj. Nézzünk bele, mit üzennek neked, mit üzennek neked, mit üzennek neked. Mit üzennek neked? Na 8-9-et akartam kirakni, rakjunk 9-et ki, jó? A 9. kártyát ide tesszük. Igen. Négyszer a 9, ez a kiperkártya, és olyan, mint a Lenormand. És a szívherceg már kiesett. Nézd, milyen jól elküld, de itt van valami hamisság is a levéllel kapcsolatosan. Most vagy nem írta meg az őszintén, hogy mit akart, vagy hogy meg mind, az is játszik egy szerepet, vagy pedig én se tudom, hogy micsoda. De valami játszhat itten egy szerepet, ami itten ezt az egészet, itten ezt az embert zavarja itten, valami nem működik, valami nincs rendjén. Igen? Most látjátok jobban ezeket a kártyákat, mint ahogy látjátok. Igen. No, ez nagyon jó. Mit kell itt, hogy tudjatok, még nézzünk bele. Hát szerintem azt kell, hogy tudjátok, hogy három kártya még kijött, hogy ő teljesen bele van betegedve, szegénynek érzi magát, de szeretne veled egybe jönni. No, ez a leírás a kártyáknak, vagy ez játszik itt egy nagy szerepet, úgy gondolom, igen.
És hát mit látok még én azt, hogy tényleg a szívherceged, mint ahogy itt látod, ő tényleg egy jó lelkű, de valamilyen, vagy nem írta meg neked az igazat, az is lehet, hogy az is játszhat egy szerepet, hogy nem írta meg az igazat. Biztos vagyok benne, hogy az játszhat itt egy szerepet. És én azt is látom itten, hogy szóval szerintem az is játszik egy szerepet, szeretne veled egybejönni, itt volna az öröm, és itt volna még szerintem, hogy valahogy ez valahogy létrejöjjön közöttetek. Itt van valami beteges itten a tudatalattiába, és vágyik ő valamire, szóval ezt tudjuk, hogy ő te rád vágyik, azt tudjuk. Hát te nagyon lent vagy most itt energetikailag, úgy látlak, hogy itt egészen lent vagy, mint ahogy látom, és abban nézel bele, hogy hát szeretnéd, hogy igazságosan jöjjön minden létre, igen, hogy ez tovább alakuljon a tudatalattiába, úgy látom, hogy szeretne, hogy valami beteljesüljön, hogy valami pozitív irányba fejlődjön itt közöttetek, az szerintem játszik egy szerepet. És én azt látom tényleg, hogy még az is játszana egy szerepet, egy valami nagy változás, egy lendület kellene neked. Úgy érzem, hogy te vársz a lendületre, hogy ez létrejöjjön, úgy gondolom, hogy ez nagyon jó lenne. Úgy gondolom, és én azt is gondolom, hogy ez a változás, ez még egy kicsit tovább is el fog tartani, és én úgy látom, hogy ilyen elég nyugtalanok ezek az egész dolgok, és hiába gondolkodsz te most ezen az egészen, itt vannak a gondolatok is nálad, hogy most ezen lehet, hogy nem is olyan jó gondolatod volt, érted, és itten nyilvánosan kellene valamit létrehozni. Nálad vannak itt veszteségek. Lehet, hogy negatívan gondolkodsz, és ez nem jó. Amikor te negatív gondolkodsz, az sehogy se nem jó. Szerintem ez nem jön be sehogy se. Sehogy se. Sehogy se. Szóval a negatív gondolatokat azt engedd el, arra nincs szükséged, és azt, hogy ő végette, te tehetetlen vagy, be vagy itt zárva, nyilvánosan létrejön valami, meg fogsz érkezni, otthon érzed magadat. Biztos vagyok benne, hogy ez jó lesz, csak pozitív gondolkodjál, arra gondolj, hogy lesz itt esélyed, lesz itt egy ajándék, ez létre fog jönni. Ez egy kis munkába kerül, dolgozni kell rajta. Szerintem, hogyha te szeretnél létrejönni ezzel, vagy ezen szeretnél dolgozni, akkor én úgy gondolom, hogy ezt meg tudod oldani, meg ez létre is jöhet. És ebben biztos vagyok, hogy ez játszik itt egy szerepet. Biztos vagyok benne, hogy ez be is jönne nálad, és meg lenne itt az új kezdet, és itt is tudlak segíteni. Most nem csak kártyavetése, én van, örülök én, meg hálás vagyok, hogy te megnézed az én videójaimat minden nap, meg hogy feliratkozol a csatornámra, de ezzel lehet, hogy nem éppen haladsz, ezzel nem nézed meg a témáidat is. Az kell, hogy megnézd a témáidat is, ilyen egyéni kísérlettel, egyénileg kísérlek, és segítek neked, és létre tudjuk hozni azt, hogy coachingot fogok neked adni, ilyen személyi fejlődéssel, és akkor ez minden, nagyon is minden létrejöhet. Szóval én ezért nagyon örülnék, és magyarul is csinálom. Nézd csak, ő nála lesznek nagy változások itt a szerelemben. Nézd, ő is dolgozik rajta, mert meg akarna érkezni, és elindult egy úton, nézd, a mekkora transformációt csinál, ő el akarja érni a komoly kapcsolatot, és el is éri. Szerintem el is éri, és meg is fog nősülni. Szerintem ő meg fog nősülni veled. Ő el fog téged venni feleségül. Te leszel a felesége. Biztos vagyok benne. És hogyha ezt most mind megnézem, most jelenleg így van, de szerintem nagyon jó a kilátás. És hogyha őt, nézd, ő már valami elindult itt nála, de most még egy kicsit ő is nyugtalan,
De én 3 hónapot adok az egésznek, hogy itt egy nagy változás legyen. Szóval most a nyáron mondjuk úgy. Nyilvánosan nálad is valami elindult, szóval lesz egy változás. De most nézd meg magadban, mi az, ami hamis még itt. Valami hamisság van, vagy nem vagy őszinte önmagaddal, vagy valami te benned van, valami gátlás, valamit nem engedsz meg magadnak. Ezek mind játszhatnak ilyen szerepet. Mert valójában, hogyha ezeket a kártyákat még komolyabban meglássuk, vagy megnézzük, akkor nálad látom azt az érzést, hogy tehetetlen vagyok, be vagyok zárva, meg van kötve a kezem. Nem. Mindenkinek megvan minden nap újra a lehetősége. Én úgy látom, itt ez a jó férfi, itt ez a tényleg ez a, itt ez a gericht, minek mondják ezt a gericht? Hát ez a bíróság, és itt valami alakulni fog, úgy gondolom, alakulni fognak a dolgok, biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne. És mit látok még itten? Hát a szívhercegné azt látom valójában, azt látom, hogy valami beindul, valami változás kell itten neki, és én úgy látom tényleg, hogy, úgy látom tényleg, hogy hát már 3 hónap, itt van 3 hónap múlva, máshogy néz ki ez az egész, ezt a beteges helyzetet is el fogja engedni. Na nézd a! Hát ez az ember szeret tégedet, és csak is líbed is szeretlek, és azt mondja, hogy a szexuális egyesülés respektált azt a helyet a másikba, ahol egyek vagytok. Úgy jelenti ez a kártya. Remélem ez neked megfelel, ha így van, akkor nagyon örülök neki, akkor köszönöm szépen, hogy velem voltatok, hogy itt voltatok, megnéztétek a videót. Személyes elemzést is bármikor szívesen fogadok. Sok szeretettel búcsúzok tőletek, köszi nektek, sziasztok, sziasztok!